Üdvözlet, sziasztok! Ígértem egy kis eszmecserét arról, hogy milyen technikával forgatok, illetve hogy milyen problémával küzdök. Jelenleg sem olyan technikával veszem fel a videókat, amit szeretnék. Eredetileg én egy Esélyke 4000-es, hát nagy látószögű kis akciókamerával kezdtem el a vlogot fölvenni. Ez nem mindig jó, mert nem találja az élességet bizonyos kisebb távolságokba, viszont nagy látószöget ad. Ez máshol jó, valahol kevésbé. Aztán van egy telefonom, aminek a kamerája, hát ez az A6-os Samsung telefonkamera, főleg a, hát ez sem a legjobb, főleg videózásra. De most jelenleg nincs jobb. Van még egy Nikon fényképezőgépem, ami, hát, nem tudom, mi baja van, beáll a fókusz, majd elveszti, és újra megtalálja. Ez zavaró, hogyha mondjuk 86-szor állítani élességet ebben a fél pillanatban. Hát, talán nem, ezért nem is azzal videózok. Aztán van még egy akciókamerám, ami úgy filérekkel lehetett beszerezni. Meg Kínából is jött valami állítólag HD kamera, hát ennek a minőségét hagyjuk. Végülis 3000 forint volt, majd valamelyik mozdony alatt végzi. Jó kis videót készítve ezzel. Na szóval a lényeg az, hogy rendes vlogger kamerám nekem jelenleg nincsen. Dolgozok rajta, hogy legyen, de hát ez financiális kérdés, mert akár 200.000 forint is lehet ez a történet. Mindenféle kütyümütyű hókusz-pókusszal. Úgy döntöttem, hogy az ilyen beszélgetős részt, vagy ami fókuszt igényel, azt a telefonnal fogom fölvenni. Az összes többit, ami még mondjuk látóteret igényel, azt pedig majd a kis akciókamerákkal, és akkor majd lehet mókolni és összevagdosni. Ez egy pici torzítást lehet, hogy majd eredményez, de nézzétek el, nekem nem ez a fő kereseti forrásom, hobbiból csinálom. A videóimhoz én legalábbis nem rendeltem, és nem is tervezek egyelőre reklámot fűzni, hogy a magyar reklámbevételből. Hát vagy be őszintén, hogy jelenleg a csatornának nincs 400 követője. Lehet, hogy valamit rosszul csinálok, vagy csak nem vagyok elég ismert. Igaz, én nem gyártok napi videókat, mint kb. De legalább próbálom olyan tartalommal megtartani, ami közelebb áll az igazsághoz. Ebből kifolyólag is most van egy projekt, reméljük, hogy a hét végére beérik, de legkésőbb karácsonyra tervezem, hogy azt a videót kiadom. Ahhoz még rengeteget kell forgatni, és rengeteg vágóképet kéne fölvenni. Reméljük, hogy sikerül. Hát úgy hirtelen így ennyit gondoltam elmondani erről a szösszenetről, hogy időnként tudom homályos, időnként tudom, hogy nem találja a fókuszt. Próbálok javítani ezen, hát ha nagyobb szerencsével járok. Aztán majd meglátjuk, mit sikerül. Köszönöm, hogy megnéztetek, meghallgattatok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, bár ennek a videónak úgyis mindegy. Azért viszont a csatornára ne felejtsetek el feliratkozni, és figyeljétek a következő videókat. Idén még legalább kettőt biztos, hogy közé szeretnék tenni. Sziasztok!